széken ülök, keresztbe vetett kezem a derekomon ér össze. Zöld gyíkok futkosnak körülöttem, de lehet, hogy patkányok. És csak néznek, én csak nézek. Gondolják szegény, gondolom szegények. Itt ülök, az őrök vigyázzák mozdulataimat, és csak bámulnak szellemi felsőbbrendűségük tudatában. Elég a beszűkült világból, ahol az önmagukat jónak és okosnak kikiáltott emberek szórják a bölcsességeiket. És bárgy tekintetek végig tapstör föl, éljen, éljen! Üvölt a nép. Éljen, éljen, amint gondolom. Félig elnyomott cigaretta vég füstölög és marja szemet. És számban érzem a tenger ízét, mint egykoron ártatlan tekintetét. Újra és újra a képek. A képek meg tovább. Minek? Ki hisz? Önmagában él másoknak, különben is. Viccé válik a bűn, ha megbocsájtást nyer. Így gondolod? Figyelj! Csak neked árulom el azt, hogy mi ez volna kedvem. Üvölteni. Készen állok, mehetünk. A felébe ért remegek, kész röhely. Kész, kész, kész röhely. 100 méter, és túl leszek az egészen. Szűk ez a folyosó, nagyon szűk. Némák a lépések, vagy hangosak, mit tudom én? Még 50 méter, túl messze van, csak bírjak ki. Ne szólalj meg, ne, ne, ne duruzsolj a fülembe, hisz láthatod, hogy nem vagyok itt. 10 méter, vagy 1? Mik ezek az őrült távolságok? Nem bírom, nem bírom, ez nem félelem. Megérkeztem, itt vagyok. Kötözd meg jól, mert ha elszabadulok, dombolok, ölök, gyilkolok, és megrontok ártatlanokat is, ha kell, mert ilyen vagyok, nézd meg jól. Ilyen vagyok, nem, nem, nem akarom, hogy beköld a szemedet, mert én még utoljára mindent látni akarok.